2050-ig titkosították a Honvédelmi Bizottság mai üléséről készült jegyzőkönyvet, ahol többek között Pintér Sándort hallgatták meg a Pegasus ügyben. Hogy kaptak-e érdemi választ a képviselők, arról Harangozó Tamást kérdezzük. Hát azt nem tudom, hogy a képviselők kaptak-e, de a nyilvánosság kapott. Kósa Lajostól, jó estét kívánok! Azt tudjuk, hogy egyrészt megjelent a miniszter, Pintér belügyminiszter, másrészt, hogy miatt elhangzott, 2050-ig titkos. Hát ez a szokásos formula. Majd sajtótájékoztató következik, ahol kiáll Kósa Lajos, és elmondja, hogy a belügyminisztérium rendelte meg a Pegasus szoftvert, és így került a rendszerbe. Na most titkos vagy nem titkos ez az információ? Nagyon érdekes kérdés ez valóban, hogy ami ott benne elhangzik, annak mi az a köre, ami nemzetbiztonsági érdeket sért, ha nyilvánosságra kerül, és mi nem. Én személy szerint ebben azért voltam egy picit, vagy azért láttam máshogy, mert ugye már volt nemzetbiztonsági bizottsági ülés, ahol meghallgatás volt. Ugye kormánytagok nem egyszer elmondták, hogy hát miért lenne baj az, ha a magyar kormány ezt megvette, hiszen 70-valahány másik ország is. Már sosem jelentették ki azt, hogy egyébként meg is vettük. Így csak van. Feltétel, miért lenne baj? Hát Kósa Lajos a mai nap rezuméjaként úgy láttam, hogy elérkezettnek látta az időt, hogy ebben az ügyben legalább első kormánypárti szereplőként ne beszéljen össze-vissza, meg ne hazudozzon tovább, hanem kimondja az igazságot, ami ott bent annyira tényként volt kezelve. Tehát a két órás beszélgetésen nem 1 óra 50 perc arról szólt, hogy van-e vagy nincs. Azt gondolom az első percekben eldőlt, hogy van. Hanem minden ez további másról próbál. Most dőlt el először, hogy van? Tehát a korábbi bizottsági üléseken ez nem volt nyilvánvaló? Láttam, hogy Stummer János, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke pontosan ezen kiakadva, ha jól értem, még jogi eljárás kezdeményezését is kilátásba helyezve írta ki a Facebookjára, hogy akkor ezek szerint BTK, tehát büntető törvénykönyv 3 évig terjedő szabadságvesztése sújtható tényállásszerű sajtótájékoztatót tartott Kósa Lajos. Valószínűleg ő azon lehet igazán kiakadva, hogy ez az információ az ő birtokában is volt, mint nemzetbiztonsági bizottságának, csak ő nem mondhatta el, vagy nem merte elmondani, mert hogy ma már tényleg az ember nem tudja, hogy kinek mit szabad és mit nem. Na jó, de akkor itt most álljunk is meg egy pillanatra. Az rendben van, hogy ezt mi eddig nem tudtuk? Abszolút nincs rendben. Tehát ezt eddig is tudnunk kellett volna, amit most Kósa Lajos elmondott. De ez, hogy mondjam, tehát vannak azok a minősített információk, amik valóban nemzetbiztonsági érdeket sérthetnek. Amit most úgy tessék elképzelni, hogy valaki kikotyogja, akkor ellenérdekű ország, most nem a baráti, hanem mondjuk kifejezetten ellenérdekű titkosszolgálat, bűnözői körök, ha megtudnak, akkor kár tudnak okozni a magyar államnak, népnek, bárkinek, cégeknek. Tehát, hogy ez szerintem ez az intézmény, ez indokult. Látni, hát persze. Most ezen a bizottsági ülésen volt olyan, ami ártott volna, hogy kikerül? Nem, de mindjárt csak egy mondatot hadd fejezem be az előzőt, hogy egy olyan ügyben, ahol az egész ügy arról szól, hogy nyilvánosságra került a tény, hogy Magyarországon ezeket a telefonszámokat ezzel a szoftverrel lehallgatták. Majd utána, és ezt mindig elmondom, bent is elmondtam, hogy minőségi különbség, hogy konkrét személyek telefonján a nyomait is megtalálták. Tehát ez nem arról szól, hogy az a lista is kérdőjelezzük meg, azt hogy egyáltalán, képzeljük, gondoljuk, egyáltalán igaz-e vagy nem, ugye? Mert az kirakhatta az internetre bárki, nem itt arról van szó, hogy most mindegy, melyiküket mondom, effektíve megtalálták. Azon mosolyogok, hogy azt, amit elmondott a bizottsági ülésen, azt itt megismételheti? A politikai vélemény akkor persze. Meg amit én mondok, azt igen, még talán a kérdéseimet is, az elhangzott válasz, hogyha az minősített adatot tartalmaz, akkor azt nem. Na minden esetre a jegyzőkönyv 2050-ig titkos, de jutottak-e előrébb a bizottsági Nem, és ezért nevettem föl, hogy történt-e olyan. Szóval hát ennek a beszélgetésnek az igazi lényege az lett volna, és azért kezdtem például én is a sajtótájékoztatómon is, de bent is úgy a miniszter úrra való reagálást, hogy Ha ezek a gyönyörű mondatok, amit miniszter úr elmondott bent, hogy minden törvényesen, és higgyük el, hogy az eskünek, itt mindenki az esküjének és a Magyarország érdekeinek a maximális figyelembe tartása végzi a dolgát, hogy ezek a szavak a botrány kirombanása után egy héten belül összehívott bizottsági ülésen hangzanak el, és úgy hangzanak el, hogy tételesen azt mondják, hogy igen, volt ilyen, és őket egyébként igen, lehallgattuk, mert ilyen gyanú volt ellenük, vagy nem, ezek nem is igazi nevek, nincsenek is ilyen telefonszámok, az egész egy kamu dolog, és be tudom bizonyítani, hogy nem is hallgattam le, akkor az a bizottságülés
betöltötte volna a funkcióját, és én még boldog is lettem volna. Miért kellett hónapokig bohóckodni ezzel? Kijövök, és azt mondom, hogy meggyőztek. De hónapok után azt mondani, és anélkül, hogy az előbb elmondott rész bent most elhangzott volna. Tehát semmit nem cáfoltak, és semmit nem erősítettek meg, semmi konkrét. Most ben, sem? Most sem. El nem hangzott a konkrét ügyekben. Tehát, hogy ez egy valós dolog, ami az egész ország szeme láttára egyébként zajlik, vagy nem, nem tudjuk most se. Most ezzel ugye bizalmat építeni marha nehéz, hogy akkor most finoman fogalmazni. Hát Pintér belügyminiszter azt, amit Kósa Lajos aztán a sajtótájékoztatón elmondott, ugyanígy kijelentő módban nem fogalmazta meg a bizottsági ülésen? Azt magát a beszerzés tényét, azt igen, nem ez volt a... Azt elmondták, hogy kiket hallgattak le? Hát azt ugye lehetett tudni, hát azért mondom, hogy ne hergeljük magunkat bele ebbe, hogy volt a szoftver, vagy nem, mert ugye az már nyilvánosan a nyilvánosságban pont a fideszesek részéről elkezdődött, hogy mit ugrált az ellenzék, hát hiszen a Nemzetbiztonsági Bizottság szerezte be. Hát emlékezzem vissza, ezt a tényt. Volt ilyen mondat valóban. Nyilvánosságra hozták. Már nem ő szerezte be, ő adott engedélyt. Igen, igen. És az ellenzéki tagok is ott ültek. Tessék megérteni, hogy egy, ennek a bizottságnak ez a dolga, kettő, a titkosszolgálatok bizony vesznek ilyen szoftvereket. Minden normális országban a Nemzetbiztonsági Bizottság ehhez egyébként ad engedélyt. Na de mindig elmondom, hogy nem mindegy, hogy mire használják. Tehát na de ezt kérdeztem, a is mondtam, hogy kiderült, hogy kiket attól, hogy magyar rendőrök vagy a magyar katonák vesznek géppuskákat, attól még nincsenek feljogosítva arra, hogy a saját állampolgárait lövöldözzék vele, ugye? Tehát, hogy nyilván. Ilyen nincs. És ami elhangzott bent érvként, hogy hú, hát bezzeg itt Magyarországon a politikai cirkuszon, meg az ellenzék ezzel akar kampányolni, miközben Nyugat-Európában is érintettek az országok, és nincs ilyen cirkusz. Tehát javítson ki, ha rosszul tudom, én nem tudok róla, hogy akár Németországban, akár Franciaországban a meglévő telefonszámok között újságírók, ellenzéki politikusok, vagy akár kormányhoz közel álló politikusok lettek volna. És eddig ez nem derült ki valóban. Ezért ezt megnézni. Na, újra nekirugaszkodom a kérdésnek. Hogy kiderült a bizottsági ülésen, hogy kiket hallgattak le ezzel a szoftverrel? Nem. De nem, hát Vadai Ágnes... Akkor miről beszéltek két órát? Hát az elhangzott kérdésként darabra név szerint Vadai Ágnes föl is olvasta a nyilvánosság előtt lévő neveket. Még egyszer mondom, nem csak a listáról. És nem is reagáltak rá? De az a reakció, hogy erre ők nem válaszolt, nem tudják, meg most se tud, most úgy konkrétan nem tudják, meg egyébként sem mondhatnák most így el, meg akár egyes személyek tekintetében egyáltalán nem válaszoltak. A sajtótájékoztatóján, amit nem csak Kósa Lajos tartott, ön is tartott egy sajtótájékoztatót, volt egy fontos mondat. Igen. Amely arról szólt, Vadai Ágnes majd érkezik is ide még a műsorba, amely arról szólt, hogy valamennyi arra Magyarországon jogosult szerv felhasználta a Pegasus szoftvert. Ez például biztos? Ez biztossá vált? Tehát nem volt dedikálva valakinek, hanem ezt használta mindenki? Nem, ez úgy működik, hogy aki effektíve használja, az a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. Ez az egész rendszer így működik, hogy van egy külön titkos szolgálatunk Magyarországon, amelyik úgymond nem megrendelő, tehát ő nem tudja, mi van az ügy hátterében, ő kap egy papírt, hogy őt legyél kedves lehallgatni ilyen vagy olyan eszközzel, megfigyelni. A végrehajtó. Igen. És ez egyébként garanciás szempontból rendben is van, tehát ő csak a melót végzi el, hogy kit és miért, az a neki nincs dolga, csak legyen meg az engedélyen azoknak az aláírása, vagy a bírói, vagy az igazságügy miniszterasszonyi, ugye, aki egy másik téma vagy az volt, és hosszú téma volt. Szerintem, ha Ágnes jön be, akkor erről hosszan fog beszélni, hogy az rendben van egyébként, hogy ezt az igazsági miniszterasszony lepattintja ezt a feladatot, amit a törvény, egy kétharmas törvény személy szerint felelősséggel együtt neki ír elő, hogy csak ő csinálhatja. És annyi tényként megállapításra került, hogy minden a jogszabályban feljogosított szerv egyébként ezzel a lehetőséggel élt. Tehát akkor ez, ha úgy tetszik, ebben a körben teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a szoftver ez van, ez használható, hát akkor használjuk is. De hát ez évek óta így van. Hát ez az. Van itt egy másik téma, és nagyon röviden kérem, hogy reagáljon, mert voltak éppen túl vagyunk mindenen. Volt egy kúria döntés, amely a kormánynak a népszavazási kezdeményezései kapcsán az egyik felvetett mondatot elutasította, és ezzel kapcsolatosan nyilatkozott úgy, és ezt most keresem, hogy szó szerint tudjam idézni, a miniszter asszony, hogy a kúria tisztességes eljáráshoz való jogot sértő módon önkényes értelmezéssel tiltotta meg az egyik népszavazási kérdés, mi szerint is ugye támogatja ön a kiskorú gyermekek számára is elérhető nem átalakító kezeléseket, és ez ügyben most az Alkotmánybírósághoz fordul a kormány. Erről mit gondol?
Nekem, ahogy ezt a hírt olvastam, idefele jövett rögtön az a mondat jutott eszembe, amit Orbán Viktor mondott, hogy addig, ők addig játszanak, vagy addig kell játszanunk, amíg, vagy a játék addig tart, amíg mi nyerünk. És hogy ezt egy országgal csinálják meg, az egész jogrendszert egyébként, nem csak a jogállamot, a törvényeket is meghazudtolva, annál ennél kézzelfoghatóbb dolog nincs. A műsor előtt felolvasta a miniszterasszony szavait is, nem tudnám én idézni, de tényleg egészen... Tisztességes eljáráshoz való jogot sértette a kúria. Abszolút. Tehát az a kúria, amelyik a bírói függetlenséget egyébként természetesen főhasználva, máshogy ítél meg valamit, mint a magyar kormány, az ugye tisztességtelen ezek szerint. Egészen elképesztő, és az egész kormány hozzáállását jól mutatja. Én csodálkozom, hogy a kúria meglépte, vagy megmerte lépni ezt. Azon viszont nem, hogy akkor ennek megvan a retorziója. Arra szerintem mind a ketten tudnánk nagyobb összeget tenni, hogy az Alkotmánybíróság, hogy is fogalmazott miniszterasszony, hogy... Mire gondol? A miniszterasszony mondata, a kritikai mondata... Tisztességes eljárás az való jogot sértő módon önkényes értelmezésre írtotta meg a kúria. Önkényesen fog nehéz megjegyezni. Igen, de hogy önkényesen fog-e értelmezni az Alkotmánybíróság is, vagy nem, arra lehet, hogy érdemes nagyobb téteket tenni, de egészen szomorú és elképesztő dolog ez. Azért kérdeztem erről a véleményét, mert maga is jogászember, tehát nyilván nincs. Van erről álláspontja, véleményét, ezt most... Szomorú vagyok, nem tudok már mást mondani. Arangozó Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.